Köszöntöm kedves nézőinket! Önök heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Jóval kevesebb hajléktalan tölti kint az éjszakákat Miskolcon, mint korábban. Tavaly mintegy 20-an voltak, akik életvitelszerűen éltek a belvárosban, most mintegy 6-8 emberről tudnak az önkormányzati rendészek. Ettől rosszabb a helyzet a külvárosi részeken, ahol a szakemberek szerint mintegy 100-150 ember él a szabadban. A 2018. októberében hatályba lépett törvényváltozás után a Vöröskereszt is lépett, és új szolgáltatással bővítették hajléktalan szállójukat. A lazább szabályok miatt egyre népszerűbb a hajléktalanok között. Minden asztalnál és szinte minden széken ülnek a nappali melegedőben. Ez télen általában így van. Sokan hosszú évek óta igénybe veszik a hajléktalan szálló szolgáltatásait, de olyanok is vannak, akik eddig kint éltek. Csorba Zsuzsanna csak megromlott egészsége miatt jött be a szállóra, egyébként saját elmondása szerint nem választotta volna ezt a lehetőséget. Én is hittem, mert itt nem, bent nem lehet inni, bent nem lehet cigarettázni, kint meg tudnak inni. Na meg hát a másik, itt tisztálkodni is kell, ott meg nem, csak akkor, mikor esik a eső. A 2018. októberében hatályba lépett rendelkezés, ami tiltja, hogy bárki életvitelszerűen tartózkodjon közterületen, változást hozott a Vöröskereszt hajléktalan szállóján. Az intézmény vezető elmondta, kibővítették a szolgáltatást egy úgynevezett befogadó szálláshellyel. Itt jóval lazábbak a szabályok, ezért egyre népszerűbb. Erre elég sokan fogékonyak voltak, mert ott ugye nem kell tüdőszűrőigazolás, koedukáltan igénybe vehető, akár italozni is lehet bent, nem szigorú szabályok szerint működik. Egyre többen töltik az éjszakákat a miskolci hajléktalan szállókon. Körülbelül 450-en választják a fűtött szobákat, de a szakemberek szerint még mindig 100-150-en lehetnek azok, akik inkább a hideget választják. Ők többnyire külterületen keresnek menedéket, de az önkormányzati rendészet munkatársai a belvárosban is ismernek olyan helyeket, ahol rendszeresen találkoznak hajléktalanokkal. Például az egyik kapuajban, az Erzsébet téren. Jellemzően ezen a helyszínen az elmúlt egy olyan jó másfél hónapban volt napi szintű problémánk egy személynek az itt tartózkodása, hogy az éjszakáit rendszerint itt töltötte, többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó igénybe venni a szociális hálózat lehetőségeket. A rendészek szerint az elmúlt évekhez képest határozottan kevesebben vannak kint a belváros területén. Évekkel ezelőtt, vagy akár azt mondom, hogy tavaly télen is egy 20 fővel tudtunk vidáman számolni, hogy ők életvitelszerűen közterületen vannak a télen is. Most, ha egy 6-8 fő, akivel rendszeresen találkozunk, nagyon sokan bementek ugye a Vöröskereszthez. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás esetén a miskolci önkormányzati rendészet hatásköre a hajléktalanok figyelmeztetéséig és a rendőrség értesítéséig terjed. Ezen kívül más intézkedést nem tehetnek. A munkatársak felkeresik azokat a helyszíneket, ahol szoktak lenni hajléktalan személyek, hosszabb ideig tartózkodnak hajléktalan személyek. Amennyiben indokoltnak látják az ott tartózkodásukból, állapotukból, akkor egy diszpécser szolgálaton keresztül a Vöröskeresztet értesítve segítő krízisautót hívnak a helyszínre. Ilyenkor a krízisautónak van lehetősége arra, hogy beszállítsa a hajléktalant valamelyik ellátó szolgálathoz, persze csak akkor, ha az érintett együttműködő, tette hozzá Kovács László Csaba. Úgy tűnik, nem alakítják át az ITC-t kormányzati negyeddé. Két évvel ezelőtt Lázár János akkori miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy a kormány jóváhagyta az ITC felújítására szánt 4 milliárd forintot. Az építészeti megaprojekt az ITC központot és a szomszédságában lévő két kormányhivatali épületet érintette volna. Itt jöhetett volna létre a megyeszékhely új kormányzati negyede. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal kérdésünkre azonban azt válaszolta, az épület újjáépítéséhez kapcsolódó kivitelezési költségek jelenleg nem teszik indokoltá a létesítmény új közigazgatási központ alakítását.
Nyílt levelet fogalmaztak meg a Borsodabaui Zemplén megyei központi kórház 1-es szülészeti és nőgyógyászati osztályának dolgozói, dr. Kásler Miklós miniszterhez. Azt írják, visszautasítják a nemtelen vádakat, és elzárkóznak azon állításoktól, miszerint a betegeket bőrszínük vagy hovatartozásuk alapján más ellátásban részesítenék. Az első körben 83 aláírással ellátott írásban az olvasható, ez az első olyan levél, amely ebben az ügyben megfogalmazódott, és minden olyan korábbi megnyilvánulást, amelyben a dolgozókra hivatkoztak, ezúton utasítanak vissza. Azt kérik az emberi erőforrások miniszterétől, saját hatáskörben járjon el, hogy az intézménytér támadások mi hamarabb véget érjenek. Márciusban köthetnek szerződést a Diósgyőri vár további átépítését végző kivitelezővel. A külső és belső vár felújítására beérkezett legkedvezőbb ajánlat 12,7 milliárd forintról szól. A teljes rekonstrukcióra, beleértve a környezetrendezést is, összesen 17,4 milliárd forint áll rendelkezésre. A beruházásnak 2021. decemberében kell elkészülnie. A várakozások szerint az évi 120 ezeres látogatószám ezzel 150 ezer fölé emelkedhet. Helyreállítják a várat körülvevő vizesárkot is, a korábbi tervektől eltérően viszont nem töltik fel vízzel. A vízügyi hatósággal való egyeztetés során és az új városvezetés elképzelése és az, hogy a Szentgyörgy forrást nem vonjuk ki az ivóvíz bázisból. Ha nem vonjuk ki a Szentgyörgy forrást az ivóvíz bázisból, akkor a vizesárkot nem lehet feltölteni vízzel. Tehát a vizesároknak körülbelül ugyanaz a funkciója megmarad, ami jelen pillanatban, hogy a rendezvények helyszínéül szolgálhat kiegészítésként. Tehát tulajdonképpen a vár ugyanúgy fog megépülni, ahogy eddig is látványtermekben bemutattuk, kivétel, hogy a vizesárokban nem lesz víz. Hamarosan kész az új karám, február elején pedig kecskék érkeznek a Szimbiózis Alapítványhoz. A kutyatámadások után igazi közösségi összefogás indult az alapítványért, és több mint 2 millió forint gyűlt össze. Most az Agrárminisztérium 1 millió forintos felajánlása is megérkezett. Itt lesz az új kapu az állattartó telepnek. A karám már épül, de a kapunak még csak a helye van meg. Folyamatos a munka a Baráthegyi Majorságban. Hamarosan tető kerül a karámra. Az új, biztonságosabb épületbe kecskék költöznek majd. Az állomány jelentősen megcsapant, mert 3 alkalommal is kutyák támadtak a majorság állataira. Legutóbb január elején. Azóta több mint 2 millió forintot gyűjtöttek össze az emberek a Szimbiózis Alapítványnak. Sokan úgy érzékelik, hogy a fogyatékos emberek, hogy dolgozzanak és maguk is hozzájáruljanak, akár adófizetőként a közösség értékeihez, ez egy támogatandó tevékenység. Látszik, hogy már épül a karám, épül az istáló, és különböző helyekről kaptunk támogatásokat. Sok magánszemély volt céges adomány, ma reggel például a Zavasi Református Egyházközségtől persejpénzt, ökumenikus imahitről gyűjtöttek 250 ezer forintot, ez egy fantasztikus dolog. A kárenyhítésben sokat segít. Ennek az adományok. A tragédia híre az Agrárminisztériumig is eljutott. Ott jól ismerték már a majorság történetét, így egyértelmű volt, hogy segítenek. Amikor megtudtuk, hogy bajba került az alapítvány, akkor már csak a munkakapcsolat miatt is, illetve elismerve azt a küldetést, amit ők végeznek, Nagy István miniszter úr döntése alapján 1 millió forintos támogatást ítélt meg az alapítvány részére, amit nekem van szerencsém átadni miskolciként, környékbeliként. Emellett olyan értékeket állít elő a Szimbiózis Alapítvány, amire az Agrárminisztérium is felfigyelt, tette hozzá az államtitkár, utalva arra, hogy a közelmúltban ezzel a közösségi díjjal ismerték el a majorság sajtkészítési projektjét. Most pedig adománnyal is segítették a majorság életét. Az utolsó Miskolcon szolgálatot teljesítő kiemelt mentőegységbe is bekerült a mellkaskompressziós készülék. Az új eszközt egy miskolci középvállalkozás vásárolta nettó 4 millió forintért, és ajánlotta fel adományként. Az országban dolgozó mentők naponta 20-30 alkalommal végeznek újraélesztést, így szinte nap nem telik el a miskolci mentőállomáson sem, ilyen beavatkozás nélkül. Megnézzük a mellkast, beállítjuk, és utána pedig ezt a gombot hagyom. Mindjárt elkezdtem. Jó, ez is egy.
A mellkaskompressziós készülék nem fárad el. Mindig ugyanolyan mélyen nyomja a mellkast, és mindig ugyanolyan ütemben. Ennek az eszköznek az a legnagyobb előnye, hogy a bajtársaimtól azt az eddig kézzel és fizikai erővel végzett munkát, ami egyébként egy nagyon nehéz és hogyha hosszan végezzük fárasztó folyamat, átveszi ez a készülék, így fel is szabadul kettő kéz, illetve a hatékonysága folyamatosan biztosított. Ráadásul a mentők mozgó járműben nem is végezhetnek újraélesztést. A személyzet haladás közben ülve, bekötve közlekedhet. Ha pedig szükséges, a mellkas kompressziós gép folyamatosan végezheti a beteg újraélesztését. Nem csak lenyomja, hanem a felengedési fázisban még meg is húzza a mellkast, és így fogja az egész mellkas összenyomásával felengedésével ezt a minimál keringést létrehozni, ami életben tartja a beteget. A miskolci mentőállomáson 4 kiemelt egység, rohamkocsik, esetkocsik, mentőorvosi és mentőtiszti kocsik teljesítenek szolgálatot. Az egyik miskolci középvállalat nettó 4 millió forintos felajánlásának köszönhetően mostantól mindegyik kiemelt egységben működik mellkas kompressziós készülék. Mi ezt megengedhetjük, hogy a mentőszolgálatnak vegyünk egy ilyen berendezést, ez egy rendkívül fontos berendezés, és úgy gondolom, hogy ennek a városban, ahonnét a dolgozóim és a környékéről bejárnak hozzánk dolgozni, feltétlenül ennyit vissza kell adjunk, hogy hozzájáruljunk, soha nem lehet tudni, hogy kinek van rá szüksége ennek szolgáltatásra. Az országban évente körülbelül 5000 újraélesztést végeznek a mentők, naponta pedig mintegy 20-30-at. Vagyis a miskolci mentőknél is szinte minden napra esik egy-egy újraélesztés. A beteg életben tartását nagyban növeli a most beszerzett új készülék. Költségtakarékosabban, de az eddigi hatékonyságot megtartva ellenőriznek tovább a miskolci mezőrök. A miskolci önkormányzati rendészet felmondva az eddigi szerződést, megszünteti a lovas járőrözést. A havi 1.200.000 forintos lóbérleti szerződésnél ugyanis költséghatékonyabb megoldást talált. Két új terepjárót kap a rendészet, amelyekkel a mezőrök Miskolc peremkerületeit ellenőrzik majd. Észak-Diósgyőrt, Perecest, Jukót, a Bábonyi Bércet, a Tetemvárat, de munkaterületükhöz tartozik Komlóstető, a Vargahegy, Csermőke, Miskolc-Tapolca és Martinkertváros is. Emellé még csatlakozik az, hogy 2020 évben a jelenlegi 2 fővel dolgozó kutyás rendészszolgálat 2 fővel bővül, azaz 4 szolgálati kutya és 4 rendész munkatárs fog dolgozni ebben a feladatellátásban, és az ő tevékenységüket is kiterjesztjük itt az eddig lóval ellenőrzött mezőri területre. 350 millió forintból bővítik a Jókai Református Általános Iskolát. Az egyik épületre építenek még egy szintet. Várhatóan nyár végére készülnek el. A beruházásra a Tiszán Inneni Református Egyházkerület biztosít hitelt az iskolának. Addig úgynevezett konténertermekben tanulnak majd a diákok. Ezekben a fűtött, légkondicionált konténerekben tanul a diákok egy része a felújítás alatt. Ebben a tanévben az volt a célunk, hogy a tanulókat minél kisebb mértékben kelljen új helyzet elé állítani. Ennek a legjobb módját a konténertartermek kialakításával véltük felfedezni. 4 nagy tanterem és 2 kis terem lett kialakítva az iskola udvarán, így az étkezés és minden más itt az iskolán belül megoldható a tanulók számára. A Jókai Mor Református Általános Iskolában csak nem 500 diák tanul, és mára kevés lett a tanterem. Tavaly nyáron kezdték el az iskola bővítését. Az egyik épületre építenek még egy szintet, ahol 8 tantermet tudnak majd kialakítani. 350 millió forint a tervezett költségvetés, a beruházás költsége. Ezt hitel formájában a Tiszán Inneni Református Egyházkerület biztosítja a számunkra, és a visszafizetés saját erőből történik, tehát konkrétan külső forrást nem tudtunk, illetve nem vettünk igénybe. Az építési munkák befejezése augusztus végére várható, így a következő tanévet a diákok már az új épület részben is elkezdhetik. Nagyot esnek idén a felvételi ponthatárok. Ez több népszerű szakot is érint. 400 pont lesz a bejutási küszöb, a többi között a kommunikáció, a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi gazdálkodás szakokon. A jogászoknál 440 pontról 350-re zuhan az alsó határ. Az elmúlt években túl kevés jogász és gazdász végzettségű fiatal került ki az egyetemekről, ez indokolta a csökkentést.
A Miskolci Egyetem számára ez több állami ösztöndíjas hallgatót is jelenthet a jövőben. Tegye fel a kezét az, akit felvettek a Miskolci Egyetemre! Gyerünk, nagyon sokan vagyunk! 6 éves rekordot döntött meg tavaly a Miskolci Egyetem, több mint 2400 diákot tudtak júliusban felvenni, és várhatóan ez a szám idén tovább emelkedik. Több állami ösztöndíjas képzés ponthatárát csökkentették. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kihirdette, hogy 41 szak esetében nem lehet magasabb 400 pontnál az állami ösztöndíjas képzések ponthatára. A nemzetközi gazdálkodás szakon például 20 ponttal csökken a miniszter által megállapított minimális felvételi pontszám. A nemzetközi tanulmányok szakon a korábbi 455 helyett szintén 400 pont lett a bekerülési határ, és még ennél is alacsonyabb küszöböt határoztak meg a jogász osztatlan mesterképzési szakon, ahol a korábbi 440 helyett mostantól 350 ponttal is be lehet kerülni állami ösztöndíjas képzésre. Jogásznak készül a Herman Otto gimnázium végzős diákja Gál Péter is. Ő a Miskolci Egyetemen tanulna tovább. Ez önmagában eléggé kedvező, mert ha el is rontanék valamit, akkor is eléggé nagy esélyem lenne bekerülni állami képzésre, viszont ugyanúgy kell készülnem, mint hogyha magasak lennének a pontszámok, hiszen azt nem tudjuk, hogy milyen lesz a mezőny. Nemzetközi gazdálkodás szakon tanulna tovább Makán Benedek valamelyik fővárosi egyetemen. Most készül a negyedik nyelvvizsgára és az érettségére. A pontcsökkenés az ő esélyeit is növeli. Nagyjából, hogyha jól emlékszem, akkor 20 ponttal sikerült csökkenteni így a ponthatárt, ami így több embernek teszi lehetővé azt, hogy ő is jelentkezhessen állami képzésre. Úgyhogy én is örültem a hírnek. Az enyhítésnek a vidéki egyetemek is örülnek. Miskolcon tavaly előtt csak 4 jogásznak jelentkező diák érte el a bejutáshoz szükséges 460 pontos minimum ponthatárt. Valamivel többen jutottak be tavaly, amikor 440 volt a küszöb, de a hallgatók többsége így is költségtérítéses. Így sokat várnak nem csak a ponthatár csökkentésétől, hanem a meghatározott 80 állami férőhelytől is. Óriási nagy lehetőségnek tartjuk, különösen azért, mert ebben a régióban a fizetőképes kereslet hát meglehetősen korlátozott. Nem vagyunk olyan kedvező helyzetben, mint más régiók. Önmagában véve ez a 460 és később a 440 pontos ponthatárnál is viszonylag kevés hallgatót tudtunk államilag finanszírozott képzésbe felvenni. Nagyon sok volt a költségtérítéses hallgatónk, akiknek bizony óriási nagy megterhelést jelentett a költségtérítésnek a kifizetése. 400 pont, ennyit ér egy színjeles bizonyítvány és érettségi, 41 kiemelt szak esetében, tehát már ez is elegendő lehet a sikeres felvételihez, ám ez korán sem biztos, hogy így lesz. Az, hogy az állami ösztöndíjas minimum ponthatárt lejjebb szállították, az azt jelenti, hogy bízunk benne, hogy több jó pontszámmal rendelkező hallgató fog jelentkezni a Miskolc Egyetemre. És hogyha több jó pontszámmal rendelkező hallgató jelentkezik, akkor az fölfelé fogja tolni a minimum ponthatárt a vonalhúzáskor. Az esélyletolgatást azonban megkönnyíti. Az ősszel induló képzésekre február 15-ig kell beadni a jelentkezéseket. Évek óta csökken a rendőrnek jelentkező diákok száma. Az országban Budapesten, Szegeden, Miskolcon és Körmenden is várják a hallgatókat rendészeti középiskolákba. A miskolci intézményben akár háromszor ennyi diáknak is lenne helye, mint amennyien most tanulnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság tervei szerint hamarosan egy 10 hónapos képzési forma is indul, a tanulók pedig ösztöndíjat kaphatnak. 400 fős jelentkezői létszámkeretünk lett volna, akit fel tudunk venni, 339-en jelentkeztek erre a 400 helyre. 250 jelentkező pedig a felvételi követelményeknek nem felelt meg erre a tanévre, a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba. Az oktatási igazgató helyettes azt mondta, akár 1200 diák is elférne az iskolában, de jelenleg csak 400 férőhelyet használnak ki. A statisztikák szerint évek óta csökken a jelentkezők száma, aminek demográfiai okai is vannak, vagyis egyre kevesebb a fiatal. Egy másik ok pedig, hogy a teljes szakképzés iránti érdeklődés országszerte visszaesett az utóbbi időkben.
elég kevesen választják a szakképzési irányt, nagyon sokan gimnáziumba jelentkeznek és felsőoktatási irányban mennek tovább tanulni, és próbálnak valamiféle megélhetést találni maguknak. A kormány szándéka és a rendőrség szándéka is, hogy a szakképzés az erősödjön. A létszám pótlására az Országos Rendőrfőkapitánysága meglévő képzések mellé egy rövidebb, gyakorlatilasabb felnőtt képzést is elindít. A gyorsított rendőrképzésen azokra az intézkedés típusokra készítenék fel a jelentkezőket, amivel a járőrök a leggyakrabban találkoznak a mindennapokban. Ennek a rendszernek a kidolgozása folyamatban van. Szerdán a Magyar Kultúra Napját ünnepelték városszerte. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz szövegét. Az évforduló a rendszerváltás óta a magyar kultúra hivatalos ünnepe. Miskolcon számos programot rendeztek, a többi közt megkoszorúzták a Kölcsey emléktáblát, átadták az idei Mozsarov díjat, jégkorongozók és kosárlabdázók pedig verseket szavaltak. Ismeretlen virágok nyílnak, mert a természet variál, mikor játszik. A sport és a kultúra nem áll távol egymástól, ezt bizonyították a miskolci sportolók. A Magyar Kultúra Napja alkalmából verseket olvastak fel. Kazinczy már a negyedik generáció tagja volt, aki küzdött a magyar nyelv elfogadtatásáért. A Miskolci Galériában a legfőbb kifejezési eszköz a nyelv került középpontba a Kultúra Napján. Békési Gábor irodalomtörténész a nyelvújításról és Kazinczy Ferencről tartott előadást az érdeklődőknek. Rácsodálkozik az eperjesi nyelvi viszonyokra. Eperjes nevezetessé teszi az is, írja Kazinczy, hogy itt négy nyelv van divatban. Az igazság emberei és a papság, és a tanítók és tanulók mindig deákul beszélnek. Az uraságok magyarul is, a polgárság németül és tótul. A Miskolci Galériában a magyar irodalom mellett a hazai képzőművészet is teret kapott az ünnepen. A kortárs képzőművészeti kiállító térben a tavalyi Mazsarov Miklós díjas Góri Szabina mutatta be az elmúlt egy évben készült alkotásait. A Tengelyező című kiállítás azt mutatja be, hogy a tengely nem csak műszaki értelemben vett gépelem lehet, hanem absztrakt fogalomként is alkalmazható. A kiállított képek többségén gyerekek szerepelnek, akik a bennünk lévő gyerekek is lehetnének. A gyerekek félig identitást vesztett álomszerű karakterek, tehát nem kész portrék, illetve nem élő szeméről készült portrék, hanem mindannyiunk is alter egói. A tárlat megnyitón a hagyományokhoz híven az idei győztest is köszöntötték. A Mazsarov díjat idén Dombovári Ágnesnek adta át Nikolájeva Mária, a festőművész özvegye. A Magyar Kultúra Napja van. Igaz, nem csak írásban van, zenémben is van, művészet is van. Valamikor gondoltam, valamilyen rég szeretnék hátni, fél év után, és azért most már 12-ször vádok, és nagyon boldog vagyok. Mazsarov Miklós özvegye 2008-ban alapította a férjéről elnevezett elismerést, amit minden évben egy fiatal, Miskolchoz kötődő képzőművész kaphat meg. Én tervezőgrafikával foglalkozom alapvetően. Valamelyest van autonóm munkásságom, de ezt egyelőre jól titkolom. Nem tudom még, hogy jövőre milyen jellegű kiállítással tudok a közönség elé lépni. Jelenleg vannak ötleteim, de ez ugye egy év áll rendelkezésre ahhoz, hogy ez kiforja magát, tehát most így nehéz lenne jóslatokba bocsájtkoznom. A 2021-es átadón így Dombovári Ágnes munkáiból nyílik majd kiállítás. A magyar himnusz születésnapján, vagyis január 22-én rendszeresen megkoszorúzzák Kölcsey Ferenc miskolci emléktábláját a főutcán. A költő 1823-ban csekén ezen a napon fejezte be a himnusz szövegét, a költemény pedig a magyarság legfontosabb szerzeménye lett. Január 22 a rendszerváltás óta a magyar kultúra hivatalos ünnepe. Ilyenkor világszerte a magyarság kulturális értékeire hívják fel a figyelmet.
Komposztálni tanulnak a gyerekek a Szent Miklós görögkatolikus óvodában. Az intézmény egy környezetvédelmi pályázaton nyert, így részt vehet abban a többállomásos programban, aminek köszönhetően most komposztládákat osztottak az intézményeknek. A ládákat az ovisok saját maguk tölthetik meg a konyhában keletkezett hulladékkal, a megtermelt humuszt később pedig egy kertépítéséhez használnák fel. Ezt megismeritek, hogy mi ez a másik? Igen? Igen, sütőtök. Ezek mind a mi kertünkben teremtek. És szép nagyra is nőttek a humusznak köszönhetően. A komposztálás folyamatát a kicsik is megismerhették. Mindenki nyugodtan nyúljon bele, és valamit húzzon, fogjon meg a kezébe. Nem mindegy ugyanis, mi kerül a komposztládába. Bende Gúz egy befőttes üveget húzott ki, és egyből tudta, hogy ez nem bomlik le, ellentétben a konyhai zöld hulladékokkal. A tojásnak a héját, meg az almának a csutkáját, meg a káposztának a levelét. A játékos foglalkozáson volt, akinek minden új volt, még más otthon is látott már ilyet. A nagymamámnál. Igen, és mit szoktatok beledobni a ládába? Zöldség és gyümölcshéjakat. És tudod, hogy miért van erre szükség? Azért, hogy lehet belőle csinálni földet. A környezettudatosság erősítésére a Tigáz írt ki pályázatot. A kiíráson országszerte 5 óvoda nyert és csatlakozhatott a programhoz, köztük a miskolci is. A gyerekek nagyon fogékonyak mindenre, és hogyha azt látják, hogy mi magunk sem szennyezzük a környezetet, hogyha azt látják, hogy mi igenis mindig odavisszük a komposztládába való hulladékot, akkor ők is ezt fogják tenni. Egy ember átlagosan naponta 1 kiló szemetet termel, komposztálással viszont akár 30%-kal is csökkenthető a szemétbe kerülő hulladék mennyisége. Ha szerintetek komposztból, akkor nyugodtan körbe oda lehet szaladni a komposztkeret, ez is akkor meg lehet érinteni. A pályázatnak köszönhetően az óvoda saját komposztládát kapott, amit játékosan avattak fel. Környezetbarát, fenntarthatóbb életmód is megjelenik már a kicsik életében, hiszen sokkal kevesebb hulladékot termel egy olyan háztartás, ahol például komposztálnak, felhasználják a szerves anyagokat, amelyek keletkeznek a házban, ház körül. Mostantól a komposztba kerül minden zöld hulladék, ami az óvoda konyhájában és a kertben keletkezett. A létrejött humusz pedig az alapja lesz annak a kertnek, amit májusban a Föld napján avatnak majd fel. Kedves nézőink, Önök heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatták. Friss hírekkel hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket híradónkban. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!